2017 nyarán tűzszerészek dolgoztak az északi temetőben. A szakembereket a temető vezetősége értesítette, hogy egy kripta alapjának kiásásakor a rakodógép körülbelül 2-2,5 méter mélyről harcászati eszközmaradványokat és emberi csontokat forgatott ki. A rendőrség értesítése után a honvédség tűzszerészei biztosították a terepet, és a Hadtörténeti Múzeum régészei érkeztek Nyíregyházára. A kriptaásás közben előkerült leletek, személyes tárgyak, egyenruha foszlányok, gombok, valamint a szovjet és német karabé, illetve géppuskalőszerek alapján egyértelmű, hogy II. Világháborús katonák maradványait fordította ki a markoló. A terület feltárása közben több faládát is találtak, ebből arra következtettek a szakemberek, hogy a terület másodlagos temetkezési helyszín volt. Csütörtök délelőtt 12 szovjet katona földi maradványai temették el újra az északi temetőben. Az Oroszországi Föderáció nagykövetségének hadi sírgondozó osztály vezetője beszédében kiemelte, örülnek, hogy bár másodjára, de méltó módon tudják eltemetni a katonákat. Azzal folytatta, azon kell dolgozni, hogy a jövőben ne történjen a háborúhoz hasonló tragédia. Csütörtökön 11 órakor a nyíregyházi északi temető szovjet katonai parcellában az emlékezés virágait is elhelyezték a sírokon.